Miért kell és hogyan kell segíteni a magyar kis- és középvállalkozói szektort, hogy minél innovatívabb legyen, ezzel pedig a versenyképességüket, gazdasági teljesítményüket növelni? Erről tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az a célunk, hogy a magyar tulajdonú vállalatok erősödjenek meg, és az ő általuk előállított GDP tudja növelni az ország teljesítményét, és ennek érdekében támogatjuk a KKV-kat. Az innováció számunkra, ugye mindenre a megoldás az innováció. Ez az ábra azt mutatja be, hogy miért is kell az innovációt támogatni. Két időszak van egy vállalat életében, amikor magas hozzáadott értéket termel, az egyik, amikor kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkozik, a másik pedig az értékesítés pillanatában, tehát amikor befolyik hozzá a pénz. A főosztályvezető elmondta azt is, hogy 2040-re szeretnék, ha a magyar cégek a világ innovatív társaságainak élvonalába tartoznának. Ezt segítheti a KKV-knál egy októberben indult pályázati lehetőség is. Ez azt jelenti, hogy eddig mondjuk csinált a cég valamit jobbról balra, és most balról jobbra csinálja, és azzal 10%-a jobb lesz a termelékenysége, akkor az innovációnak minősül, és ilyen projekteket tudnak kis túlzással támogatni. Nyilván ennél komolyabb fejlesztések. Van szó a legtöbb cégnél. Ebben a formában tehát nem a termék fejlesztésére, az új megoldások, találmányok beépítésére adnak forrást. Ez most egy ilyen szempontból teljesen új szemléletmód, hogy ne az legyen, hogy most megint egy új terméket vagy szolgáltást kell kitalálni, hanem a meglévő folyamatokat kell finomhangolni, javítani, és így kell termelékenység növekedést elérni. Herpán István azt mondja, a vállalkozások sokat küzdenek azzal, hogy a belső termelési folyamataikat, feltételeiket a leghatékonyabban tudják kialakítani. Azt látjuk, hogy a KKV-szektor azért elég erős kihívásokkal küzd ezen a téren, ugye ez kifejezetten egyébként is az 50 fő alatti cégeknek szól ez a pályázat, és azt látjuk, hogy náluk van a legtöbb ilyen kihívás, amikor ilyen 20-30 fős cégeknél, amikor optimalizálni kellene a folyamatokat, digitalizálni kellene, és ebben elég erős maradás van, és ez nagy segítség az, hogyha van hozzá pályázati forrás. Az elnyert pénzből a termelési folyamat korszerűsítése, a digitalizáció erősítése fedezhető például. Tehát ebből a termelési irányítási rendszereket, ERP rendszereket lehet bevezetni ebből a pályázatból, és ez azért is jó, mert ugye most mindenki AI lázban ég, és mindenki mesterséges intelligenciát szeretne, de az a spirálfüzeten nehezen fut el, úgyhogy jó, hogyha van valamilyen számítógépes háttér mögötte. A támogatás összege minimálisan 20 millió, maximálisan 50 millió forint lehet. Az önrész 50% vagy 30% ebben a pályázatban. A támogatás egyébként vissza nem térítendő.